Sziasztok! Ez itt a No Salty és a Compact TV közös sorozata, az Alaplé, ahol a kezdő mozdulatoktól indulva eljutunk a komfortos otthonfőzésig. Az előző részben megmutattuk a helyes késhasználatot és a leggyakoribb késtípusokat. Úgyhogy most jöhet a késkarbantartás. Hogyan tisztítsuk és élezzük helyesen, hogy a mi késünk legyen a legélesebb a fiókban. A kés tisztítására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a késátadásra, vagyis a kést és az élét magunktól eltartva fogjuk, a hegyesen ézzen felénk. Folyóvíz alatt tisztára mossuk és szárazra töröljük. Fontos kérdés még, hogy szabad-e mosogatógépben mosni ezt a kényes eszközt. Nos, a legtöbb acélkést nem ajánlott mosogatógépbe tenni, mert így nagyon gyorsan elkophat, vagy akár ki is csorbulhat az éle. Ha pedig késünk fanyelű, azt könnyen tönkre is teheti. Akkor vágjunk bele az élezésbe, na persze ne szó szerint. Mi most a sima élő, acélpengélyű késekkel foglalkozunk, ezért csak ezeken próbáljátok ki az itt látottakat. A legegyszerűbb és leggyakoribb megoldás a hagyományos késélező, ami azonban teljesen patent munkát végez az otthoni késeken. Ezeknél nemes egyszerűséggel a kialakított menetbe illesztve élezzük a kést. A következő szint, ez a Jolly Joker, a fenőacél. Ez egyébként valójában nem élezi meg a kést, csak kiegyenesíti a pengét. A kés pengéjét tartsuk kb. 20-30 fokos szögben a fenő felülethez képest, és a kést több lépésben az elejétől a felület vége felé haladva fenjük. A multifunkciós késélező már egyen ritkább látvány a konyhában, de annál profibb. Itt a penge szögét az élező szélén mutatja egy vezető. Figyeljünk rá, hogy mindig a kést mozgassuk a felületen, és véletlenül se fordítva. Hasonlóan praktikus megoldás beszerezni egy ilyen speciális, mágneses élezőhengert. Itt a mágnessel stabilizáljuk a kést, amit aztán a henger kétféle felületével tökéletesre élezünk. Végül pedig itt a fenőkő, a fekete öves késélező szerszám. Ennek valójában külön tudománya van, amiről mi most az időszűke miatt nem fogunk beszámolni. A kés élességét több módszerrel ellenőrizhetjük, akár egy parafadugón is, ami a sorja eltávolítására is tökéletes. Okay.